A Magyar Diákspor Szövetség a 2015-2016-os tanévben harmadik alkalommal írta ki a kosárlabda B33 változatában a Diák Olimpiai sorozatot. Első alkalommal 250, másodszorra közel 600, tavaly pedig 300 általános, illetve középiskola több mint 600 csapata nevezett be a versenyre. Az egyik regionális döntőnek Nyíregyháza adott otthont. A Bemiskola csarnokában kialakított 4 pályán, 5 megye, Heves, Borsod, Hajdúbihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Berek képviseletében 24 középiskolás és 16 általános iskolás csapat mért összetudását. A gyerekek nagyon szeretik, tehát hogyha csak amit előbb említettem, hogy 600 csapat, iskolai csapat indult el, azt hiszem ilyen magas létszámú diákolimpia nincs is, tehát mindenféleképpen népszerű. Adódik ez a szabályrendszeréből, adódik az, hogy csak 4 fős csapatok vannak, tehát az egész lebonyolítási forma az mind-mind azt szolgálja, hogy kis csapatok gyorsan, egy nap alatt minél több mérkőzést játszassanak, tehát ebből a szempontból nagyon-nagyon népszerű a forma, én azt gondolom. Az Évisz mind a fiúk, mind a lányok mezőnyében képviseltette magát egy-egy csapattal. Az iskola testnevelője, a korábbi élvonalbeli játékos Lakatos István szerint egyre népszerűbb a sporták 3-3 elleni változata. Nekem ez nagyon tetszik, igazság szerint ez teljesen más, mint a hagyományos ötöt elleni kosárlabda. Sokkal gyorsabb, sokszorosára gyorsulnak az események. Igazán azok a játékosok tudnak érvényesülni, akik nagyon gyorsan tudnak bizonyos szituációkban reagálni, védekezésből támadásba átmenni, mert ez a 12 másodperces támadóidő, ez rettenetesen gyorsan felpörgeti az eseményeket. A nyíregyházi regionális döntőben a B-kor csoportban, azaz a középiskolás fiúknál, a Krúdi Évisz fináléban hosszabbítás után előbbi bizonyult jobbnak, de mindkét csapat ott lesz a pécsi országos döntőben. Az A-kor csoportban a Krúdi csapata a harmadik helyen végzett, így a fiatalok lecsúsztak az országos döntőről.